A Miskolci Egyetem is beszállt szeptember 29-én az Európai Kezdeményezésű Kutatók Éjszakája programsorozatba. Az egyetem tanszékei és intézményei igyekeztek kitenni magukért, és megmutatni a hétköznapi látogatóknak, hogy mivel is foglalkoznak, a tudományt mit teheti szexivé. Úgy tűnik, bejött a terv, mert rengetegen látogattak ki egy-egy izgalmas kísérlet vagy bemutató kedvéért. Felvonult a Selmeci Akadémiát megalapító Mária Terézia, az egészségügyi karnál rendelésbe állt dr. Bubó, úgyhogy lehetett baglyot simogatni, voltak biciklivel hajtott kisautók, de láttunk gátszakadás szimulációt is. Mindaddig semmi katasztrofális nem történik, amíg csak a gát tetején folyik a víz, mert nem gyorsult fel, nincs esése, nincs munkavégzőképesség vagy kicsit. Amit viszont átlépik a másik oldalra, felgyorsul, abban a pillanatban elkezd beváltódni, megnőtt a munkavégzőképessége. Digitális terepasztalnál a Kinect technológia játékon kívüli felhasználására láttunk izgalmas példát. Ugye ez mitől is digitális megnyert, és terepasztal. A terepasztalt azt nem kell magyaráznom, mert mindenki látja, hogy amit a földrajz oktatásban, atlaszokban megtapasztaltunk, térkép szerinti színezéssel látja el a domborzatot. A mechatronikába is belekústoltunk kicsit egy robotos szimulációs bemutatón. Lényegében akkumulátorcella összeszereléséről van szó. 5 különböző cellát fog összeszerelni a robot, egy ilyen úgynevezett cellatartóba fogja ezeket elhelyezni. Közben meg kell alapítani a polaritását a celláknak, illetve a töltöttségi szintet is, mert ha ugye alulmerült celláról van szó, akkor azt ki kell rakni a selejtárolóba. A látványos fizikai kísérletek fedőnevű demonstráción a levegő hatásaira láttunk szemléletes példát szerencsétlen habcsókokon keresztül. Össze is mennek, meg fel is kinyúlnak. Tehát én szerintem Jézus valami ilyesmit csinálhatott, amikor több kaját állított elő a semmiből. Rengeteg egyéb program volt, és nem csak az egyetemvárosra korlátozódtak a tanszékek akciói. Az Alkalmazott Társadalomtudományok Intézete például a belvárosba, a Színész Múzeumba is szervezett programot. Igen vagy nem? Ilyen egyszerű életem. Pedig bennem annyi, de annyi az érzelem. Számomra mégiscsak egy álom. Előkelő helyen ülni úri társaságban, a puccos szám egyenesi bálon.